Üdvözlünk mindenkit, sziasztok, ez egy újabb GTA 5-ös videó, akik itt vannak velem, Izzy és Misu, sziasztok! Yeah. Sziasztok! Na, ebben a videóban mind a hárman autót fogunk tuningolni, méghozzá Misu, akkor kezdjük Misuval, Misu egy 9F kabriót fog föltuningolni, én egy Rhapsodyt fogok föltuningolni, amit középen láthattok, Izzy pedig, nem tudom, annak a kocsinak milyen neve a GTA-ban, egy ilyen Mini Cooper Izzy. Utánzat. Iszi a neve. Várj, nézzük meg, mi az neve. Várj, nézzük meg. Hagyjuk bele? Iszi. Biztos, hogy ez a neve? Hol írja? Ja, itt van. Vini. Vini Iszi. Ne szóra. Hát akkor az Izzynek való, hallod? Igen, ja. Mondom, ugye a Tracynek. Tényleg? Vini Iszi. Igen. Iszi. Meg Issa. Én meg egy ilyen régi, ilyen Rhapsody gyerekek, ez benne volt a Lost and Down, nagyon jó kis kocsi. De nézzétek meg a kontraszt. Két kis szar és egy nagy egyébként az a helyzet, hogy most föltringoljuk. És miután föltöningoltuk, tolunk szerintem egy gyorsulási versenyt. Mit szóltok hozzá? Egy ilyen jó kis... Nagyon bennyes lesz az enyém, de... Egyébként várható még ilyen videó, ahol autókat tuningolunk, mert most rákattantam a Dukes-ra, abból is lesz majd. Úgyhogy, na mindegy, nézzük meg egy alapjától, hogy mennek, mondjuk biztos mi súlya leggyorsabb, de... Na menjünk. Én azt nem véletlenül adtam. Várjatok. Szerintem barom. Jó, váltok, bágos a GTA, váltok, nincs az autónak hangja, várj, ki kell szállom. Előfordul, valamikor olyan bágos, nem? De egyébként pont videóban, érdekes, váltok. Nincs hangja a kocsinak, várj, múltkor hogy csináltuk meg? Altaboztál. Nem, mert mentem, és akkor egy idő után... Nincs hangja, gyerekek. Hát ez ilyen izé, ele... Majd ha a turból más lesz. Izé. Nem, nincs hangja a kocsinak, izé, ez bug, múltkor már volt ilyen, váltok a cekke megint. Nincs hangja a kocsinak. Oké. Okay. Na gyere ide. Na? Nem. Nem aztán még elkezdett sírni. Nincs hangja a kocsimnak. Hát gyerekek, én komolyan mondom, ja, a loot talpamat mindjárt eldobom, hogy akarok tuningolni, és pont videóba bugos a játék. Egyébként nagyon ritka jön elő. Na, vele? Oké, visszajött a hangja. Nice. Mehetünk. Mi is úgyis... Imádlak. Jó, kinyílak. De. Úgy néz ki, hogy Misu, a gyorsulási Misu. Verseny. Nyírt ki, ott van! De ne engem, te! Hát, Misu hőkövetővel. Várjál, vagy. Kapjuk már. Kapjuk, csak rá. Vagy szedjél, csak fel. De gyerekek, ez egy tuningos videó, tehát azért ne essék itt szó ilyen lövöldözésről. Ha. Nyírjuk ki azt a kis szart! Várjál! Kirobbangat! Hát szerinted kirobbangat! De mi? C4-et? Hát, gondolom, ja. Hol, ez mi? Misu, te mit csináltál? Kergetnek a rendőrök! Lőtt! Inkább hát, te mit csináltál? De most, gyerekek, okay. Most ez komoly, hogy mit? Na jó. Hallod? Ezt, egyébként gyerekek, ezt a videót egyedül akartam fölvenni. Hogy akkor föltöningolom ezt a kis Rhapsodyt, de... Nem tudom, lehet legközelebb azt mondom, hogy... Na jó, azt szerintem meg lefekszek, mert késő is van. Ne! Mi? Izzy! Ra! Ne! Misu! Őszintén! Ha? Rajta volt Izzyn a C4 és nem robbant föl. Nem rajtam volt, hanem a másikon. Nem! Rajtad volt! Izzy rád dobta, nézd vissza a videót! Ez nem tudom. Nálom hallod? A másik robbant föl, nem én. De ott rádobta! Itt a rendőr hogy megy itt. Jó van akkor, gyerekek, most már tényleg föltöningoljuk. Egyébként, hallod, Misu tényleg rád dobta, esküszöm. Ezt visszanézem ezt a videót, ahogy felvettek. Ej, ez mellett robban. Izzy, rád dobta, láttam, és még csodálkoztam, és Misu, na én nem robbanasz föl. Pedig nálam a mellettem lévő kocsi robbant föl, gondoltam, hogy akkor nem rám dobtad. Ahogy nekem is úgy tűnt volna. Érdekesem. What you need, boss? Some wheels? Egy kicsit bágos, nem, nagyon egy picit. Ja. Yeah. Picit? Jó. Na jó, egyébként ilyenkor azért nézem fölülről a playeremet, mert amerre nézel, oda nem rakja a kocsit, ezért ha fölülről nézed, akkor a közelbe is leteheti. Aha, hát itt van a közelbe. Most ha erre néztem ja. Volna, akkor ugye nem rakja, tehát akkor vagy mögé, olyan messzere. Nosztalgikus ez a 9F, hogy a játék elején pont jó, hát ilyen pont azt. Egyébként tényleg, ti melyiket loptátok el? A pirosat vagy a fehéret? Én amúgy a fehéret. Általában a fehér. Aha. De tudjátok miért? Aztán. Mert az van közelebb a playerhez. Tehát általában, ugye az emberek lusták, meg a GTA egy olyan játék, hogy
úristen, én ezt mindenhamra be akarom játszani, és nem érdekel, hogy milyen kutya, csak menjünk szerintem. Ezért sokan választották. Na jó, gyerekek, milyen akkor jöjjön a tuning, tuningoljuk, és a végén még egy versenyt tudunk, de a lehetőleg gyerekek, akkor C4 nélkül jó, tehát ez nem ilyen GTA rész. Na, akkor milyen nézzük. Rapszódia. Akciósak a fékek. Na, 24 ezer így is. 24 Nesso és 50 ezer bele. Na jó. Oké, nem baj, nem baj. Én is nyugi. Hát ehhez áll, előre van ilyen cucc. Azt mondja, hogy engine is olcsóbb. Hát nem túl sokkal. Nézzük a kipufogókat. Azt a milyen kipu... Várj, és itt hol van a kipufogó, hogyha nincs hátul? Ó, motorra oldalt. Egy kedvezmény van. Szerintem arra. oldalt nem néz ki jól. Na, veszek egy ilyet inkább. Fiú, ti melyiket tennétek rá? Kettő nagyobb, vagy négy kisebb? Melyik néz ki jobban, Izzi, szerinted? Hát, nem tudom. Négy kisebb, hát, nem? Inkább vagy kettő kisebb, nagyobb? Én is ezt raktam. Hú, az nagyon para. Négy kipufogó, hallod? Nem már. Vagy nem, inkább két nagyobb? Na, Leo, nem kell. Hát, négy kisebb, ja. Neo, minek egy sportkot jelent? Hát, azt én is szoktam. Nagyon jól néz ki. Azt a van ilyen izé láng, mint a kocsira, nem már. De jó. Ja, meg van szélesítés itt a kerék íveknél. Nagyon jól néz ki. Nagyon jó, Zsoltom. Jó. Nem tudom, azt milyen mondja, hogy... színűnek lennek az R8-nak. Várj, itt azt írja, hogy hód. Van a játékban hód is. Izé, tehát ilyen hódos. Hód. Sajnos mason maci nincs, de hód van. Hajjá, én nem tudom. Én egyébként azt mondtam, hogy ilyen beömlőt nem fogok tenni, mert szerintem nem néz ki jól. Viszont ez a szín, ez a sima beömlő, ugye nem ez a... Ugye nem ez a megszokott, hanem ez a nem tudom milyen fajta, ez ilyen horvát klári féle összerakásos. Alumínium színű. Ez nem néz ki rosszul, gyerekek. Alumínium. Csak az a baj, belső nézetben annyira zavaró vagy, nem? Nem tudom, gyerekek, szerintetek? Nem tudom. Ti raktálátok ilyetre? Nem tudom. Én lehet nem teszek rá, lehet megmaradok a régi stílusnál, megmaradok már. Nekem nem tetszik rá, jobb ez így, ilyen. Kicsit így ilyen Zambó Jim is. Na jó, nem azt mondja, hogy Duda gyerekek, itt a én... nekem is, Misu. Nagyon jó. Hát, jó. Én Dudát egyébként nem szoktam, te nem tudom, ti hogy vagytok fel, engem néha nem érdekel a Duda. Ah, engem se igazán, néha rakok, néha nem. Ne azt mondja, nem. Hogy Plate, ah, megvan a GameZone-os, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Azt mondja, hogy Risprain, na jó, akkor miért toljunk, milyen szín gyerekek? Szerintem maradjunk pirosnál. Én is piros. Metál, és azt mondja, hogy piros. Mert az a láng minta, az kicsit olyan... olyan... tótos. Nézzük. Tótos, fótos. Forva? Nem tudom. Vagy legyen ilyen izé, ilyen... libafosz zöld? Látok? Ez a green, ez a lime. Midnight Purple. Miért látom akkor zöldnek inkább? Nem tudom, gyerekek, no. Piros. Az a baj a színekkel, mindig gond vagyok, mert... nem tudom. Nem tudom, melyik a jó szín. Formula Red, ez jól néz ki. Nyomjuk ennyi pénzt, érted, én is föltuningoltam, megvan rajta minden, de a szín az... Wow. Ez a Formula Red, ez jól néz ki, ez jól néz ki. Na jó, secondary color, az legyen matt fekete. Azt a betyá, jajajajajajajaj, nagyon jól néz de ki. Akkor az elsődleges szín ez meg nem jó. Ez jól néz ki. Jó. Egyébként a másodlagosom átlagban mindig matt fekete, mert nem tudom, szerintem nagyon jól passzol minden színhez. Crew emblémát azt nem teszünk, mert csak úgyis bebugzódik. Aztán még igen, jó, én meg vagyok. Spoiler, nagyon jó, rátesszük, mondjuk elég hülyén néz ki. Leültetjük spoiler itt alert. Az állat. Wow. Váltóból beletesszük a... legjobb a turbo egyértelmű megy bele. Oké, azt mondja, milyen jó, kereket fekete. Tegyünk rá, szerintem legyen sport, és legyen stack, hogy tudjuk fejzélni. Jaj, de kicuki! De nem rózsaszín lesz most, mert mindenem rózsaszín már. Hú, gyerekek, ki fogtuk égni ettől az autómtól, ez kegyetlen jól néz ki. Nem találom a feketét, na végre. Hú, vagy rakjak rá, ezért mennyibe kerül a króm? Ja, 40 ezer, jó, hát ez még egy baráti jár, nem izi, tehát... Aha. Olyan kellemes, amikor meglátod a végén a cehjet. De miért ilyen? De nem tudom, hogy rakja. Mondjuk van, izé, van Chrome felling, tudod melyik a high-endből? Van a ugye ingyen. Aha. Ingyen, tehát... Azt ne felejtsük ki, hogy az ingyen van, és ez jól is néz ki. Hú, de jól néz ki. Ez jól is néz ki, ez a Dash VIP. Nagyon jó. Tótos. Tire design, custom, az egyértelmű. Bulletproof, az természetesen kell, mert izés misúban lett mindig kell.
Nem, teljes smog. nem, nem, nem élődöm ki a Fekete. másiknak a kerekét. Nem lőttem Jó, én az kereket. ablakot azt enyhén szoktam feketére. Robbantottál. Ez én jó. Robbantok, de a kerekedet Na nem jó, gyerekek, ez van, olyan kocsi lett, megőrültök. Ez kegyetlen kereken. Jól néz ki. Mosom, Maci, rajta van. Azt a mi... Misu, tiéd is piros lett? Aha. Halljátok, megőrülök ettől a kocsitól. Hát egy kegyetlen jó hangja van most. Várjátok, kerekek. Jó, Misu, annyi az izédnek, R8-as Audi-nak leadlak, mint az állat, hallod? Ott hagylak. Belülről hogy néz ki a kocsi? Azt a izének nagyon vad hangja van, hát én beleszerettem abba a kocsival. Figyelj! Te mit lehet ezek? Ne! Próbálom. Tótos. Izének is jól néz ki ez a zöld, nagyon jól néz ki. Na, gyerekek, gyorsuljunk csak. Hova menjünk, várjatok. Reptér. Egyébként fölme... Csacok, tudjátok, hogy hova mennék most? Nem tudom, hogy van-e rá idő. Egy utca van, ahol múltkor DM-eztünk live-ba, Izzy, a térkép legtetején, az a hosszú egyenes Aha. utca, az kegyetlen jó, úgyhogy menjünk már oda. Misu? Ja. 10 kilométer. Ott gyorsul, Misu, addig... 968, Misu, 940 nálam, most figyelj, Misu, addig úgyis beesteredik, és van feeling ott így gyorsul, menjünk már oda. Kicsit összetöröm a kocsit. Jó, hát tényleg arra vigyá, ide ott van izé, spray, meg tudjuk kövíteni. Szépen, most Na. akartam mondani, de össze is törtek. Nem olyan jó az útbefélés. Nem rossz ez a Rhapsody, nem rossz. Én azt mondom, nem rossz. Váltok egy print screen-t, hadd csináljak már. Borítóképnek és a videónak ugye kell valami. Nem hiszem, hogy elviszi a seggemet. Jó, ez furán hangzott. Misuka, neked nincs is segged, amit elvihetnéd. De, van seggem. Olyan lapos vagy, basszus, mint elől. De. De. Gyere ide. Tótos. Váltok már. Hallod, olyanokat lehet, ilyen, Misu, a fejemben. Akarok, csak Steamre pár képet, ugye borítóképnek is a videónak Jó. Csak. Az a baj. Gyere rá. Egyébként Izzy előről tényleg úgy néz ki, mint egy Golf. Mondtam. Érdekes. Volkswagen Golf. Viszont hátulról meg nagyon nem, tehát ez ilyen Golf nagyon nincs. Nagyon nem, az milyen? Van kicsit nem is. Kicsit nem is, Misu egy kicsit ilyen, egy kicsit nem. Egyébként igen, 10 percnél járunk és ilyen rövid GT videót azért nem megyünk föl, tehát azért kicsit autózzunk, próbáljuk ki az új csodát. Azt mondod, gyorsulunk egyet, Misuét úgyis ott hagyjuk, tehát ez nem... Na, nem tudom, olyan, mint hogyha becsempésztek volna ez alá, kocsi alá egy... Hogy is mondják, azt a bevásárlókocsinak a kerekei. Hát olyan, hogy ja. azon menne, nem is azon, amit most tuningoltam. Nagyon jó, nem gyerekek, ez a Rhapsody. Egyébként várható még a közeljövőben ilyen tuningos videó, mert egyébként most nagyon rákattantam a Dukes-ra, ugye az visszatérő Aha. játékosoknak van. Nagyon bejön gyerekek ez az autó, és szeretnék egy olyat, úgyhogy várható ja, abból is majd videó. Még akárki kérdezni, inkább elmondom és megelőzem, nem csinálom meg senkit. Szóval ez... ezzel ne is keresetek, megköszönném a mód. Pedig szóval én mindenkit hozzád küldni. Ez a Nem, amúgy nem. Megmondom Csináltam pár képet, csak úgy, hogy a videónak is legyen valami borítóképe, mert... Ma ugye régen ilyen fék képeket tettem hogy be, tudod, tehát ami nem úgy néz ki, mint az enyém. Annyit mondanék, hogy van az a pénz, szóval... De látok, ti hol vártok már meg, hallod? Hát hol mentek? Nagyon jó drifted, de úgy csúszik, hogy az állat. Csináltam egy rohadt driftcsit. Halljátok, ez a Rhapsody, ez nagyon megy. Jó irány hét. Egyébként Misu, emlékszel, amikor okay. múltkor versenyeztünk tagokkal, amikor nem videóztunk, csak feljöttünk este, és mentünk ezekkel a kis autókkal, emlékszel, Misu? És Aha. nem volt benne tuningolt autóm, és nem tudtam ezért. Hát most már van. Most már van. Egyébként ti miért arra mentek? Nekem erre mutatja. Miért nem vagyunk bejelölve? Ah, de úgy Viszont kilométer óra ügyileg mennyivel menj? Nézzük már meg belsőből, ja? Ugye még jó, hogy a C-t nyomom. Olyan nem merek belsőre váltni, is csúszik. Júj! Jó. Nem én voltam. Halljátok, tudjátok, hogy hol vagyok itt a Borvidéknél, és erről ezért jut eszembe a tizedik szabad nap az a roleplay-es hülyeség. Jaj. Jó, Istenem. Abból azóta is kéne. Igen, gyerekek, majd mondjátok, hogy mikor lesz. Jó lenne, csak olyan nehéz összeszedni. Áronka ugye itt volt, Huntinor, nehéz, de próbáljuk. Na, gyerekek, lesz, jó? Meg lesz új tematika, vagy lehet, hogy ugyanazzal jövünk. Ja. Most szerintem említjük már kicsit a következő update-et is egyébként. A GTA-hoz? Igen, ha már... De tényleg, mik jönnek? Mondjad, Misu.
Hallgatlak. Elvileg ilyen bűnszervezetet, akit hadsz, ilyen külön ház lesz arra, és akkor lehet narkóval meg ilyesmivel üzletelni. És akkor más megtámadhatja. De az mennyi pénzt hoz be nekem? Arról még semmit nem lehet, meg arról. Igen, lesz, hogy más megtámadhatja, az tök jó, de ugye mi mivel nem publikolunk, ezért ugye minket ez nem fenyeget. Tehát jó, mondjuk nem, mondjuk fenyeget, mert én is úgy tuti megtámadom, de... Nem! Hallod, tényleg én is úgy megtámadni. Jaj, jaj, minket az anyja meg nem is érdekes dolog, milyen nem, szerintem sem. Kézzelfoghatóbra vált. Én gyerekek, tudjátok, én egy kaszinót vártam, ahol be lehet menni és lehet kaszinózni, pókerezni, stb. Rulettezni. És, meg is lehetne venni a kaszinót. Tehát egy idő meg is vehetnéd, és akkor ott ingyen ott kártya... Gengetek. Remélem, hogy ezt a... Mi ez, ezt az új organization cuccot, ezt szerintem úgy akarják majd, vagy remélem, hogy úgy akarják, hogy majd vehetünk külön helyeket. Tehát nem csak igazgató lehet, hanem lenne egy kis... Hát nem kéne úgy, mint a Vice City-ben, tudjátok, hogy megvetted a mozit, meg csináltál be a feladatot, meg volt a mozi, az szevasz. De valami hasonló kitalálhatnának ide. Hát lehetne, igen. Külön hely igen. Lesz amúgy. Néha eljössz, leparvolod a pénzbe, én... ugye, el kellett érte menni. Igen. Fennyi. Én tudjátok, mire gondoltam? Mi lenne a nagy feeling? Lekérném mondjuk, teszem azt, most mondjuk egy jelképes összeget, de persze GTA Online-ról van szó, mondjuk 20 000 dollárt, és lekérhetnél, figyelj, egy jeepet és három testőrt. És azok ott tűnök melletted, és aki rád lő, arra rátámadnának, és ugye plusz egy ilyen fekete jeep. És akkor azzal mondjuk beülni és online-ba menni, és aki rád förmed, vagy valami, akkor azért elkezdenék lőni meg minden. Szerintem az epic az lenne. Az a baj, a pedeket könnyű kiszedni. Hát jó, az is igaz, de hát... Na, azért még 20 000 éve lehet kérni. Stuntpályák, meg tudok kocsik, meg járműveket is még mondtak egyébként. Tudottam, amit leesíteni pályákat. Igen, jó. Ugratót, meg hasonlókat lehet berakni majd. Ja igen, és más jön valami még Misu, tehát ilyen fegyók, ruhák, semmik, tehát nem... Jármű jön, de többet nem ért a terület. Nagy update-ről beszélnek ebben az igen, évben, ebben de évben. Hogy mekkora nekik a nagy... Na jó gyerekeket, én itt vagyok, nem tudom ti hol voltatok, de hát én már nem itt vagyok. Tudom. Én már tényleg lassan úgy érzem, hogy haldoklik, vagy nem tudom, szóval... Semmi... És akkora energiát már nem fognak ráfordítani. Hát az online-ban én azt mondom, annyi lehetőség van, én ha ott lennék, már pedig ott leszek. Mint nagyben ilyen csigazgató. Turingolsz? Mit turingolsz? Hát helyrehozom már a kocsit. Ja úgy. Komolyan, őszintén. Olyan pak, hogy mit tudom én, ez a illegál rész, ez a hát ilyen street rész, vagy hogy fejezzem ki magamat. És akkor jönne be nitro, stb. Tuning elemek, tuningoltó. Hát ilyen tiszta ilyen Underground 2 feeling szerintem az nagyon jó update lenne, szerintem azt nem sokan szeretnék. Tehát annyi minden van ebben a GTA Online-ban, úgyhogy én nem hiszem el, hogy ebben ennyi van. Misu tuti lesz még itt nagyon sok minden, már csak azért is, mert a GTA 6 az nagyon nem most lesz. Tehát én ebből jó, a GTA Online-ból még de sokat most ki tudnék figyelj, hozni. Ha a Red Dead Redemption 2-t kihozzák, akkor tuti utána arra az online-nál fognak figyelni. Hát arra is, de erre is, de erre is, meg arra is. Hát nem tudom. Úgyhogy lesz itt még kaszinó update, meg minden. Én úgy vagyok vele, hogy két külön részleg az fix. Ja, persze, külön. Kíváncsi leszek. Meg azért Misu, a Rockstarnak a fő... Mi a motor? Nem hogy mondják azt, na... Jaj, majdnem úgy mondtam, hogy a fejős tehene marketingben ugye vannak ezek a mondatok. De nem mondhatom, hogy fejős tehene, mert a többi is elég jól... Van, de mindegy, akkor a profilja, igen, az GTA, tehát én nem hinném el, hogy a GTA-t elhanyagolják. Misu, mit mászkálsz itt, mint az én területem, hallod? Misu? Mit mászkálsz itt? Misu, kérdez! Kérgetem Misu! Hogy? Ne ütögessél! Misu, saját házamban ne ütögessél, hallod? Utána jó, az egy csaj! Hogy miért világít pólója? Misu? Ó, de öreg, Jézus, hát ez olyan öreg, mint az országot. Te hülye vagy! Misu, egy biztos, egy nőnek nem így kell udvarolni, tehát... Kivéve, hogyha nem... Misu, kivéve, hogyha nem rocker és szereti a pogót, tehát... Azért azt tisztázok. Várjál, meg kell egy kicsit még simulni. Jó, de gyertek, na! Gyorsulás! Emlékszel arra az épületre? Az a Pigpennek egy poénja. Aha. Micsoda, minek? Pigpen, San Andreas. Nem tudom, miről beszélt. Ja.
Na jó, gyerekek, következő szituáció, ide beállunk a vonalhoz. Ah, csak ferd a vonal, jó, hát akkor tök mind... Hát akkor, akkor valahogy egy vonalba be tudunk állni mi. Így. Hova? Mondom, Misu, egy vonalba. Ja. Kapcsoljatok távolságit. Távolságit kapcsoljatok. Ne! Váltok, ez, szerintem ez nincs egy vonalba, várj egy kicsit. Egy kicsit hátrébb megyek. Előrébb. Jaj, nem olyan fontos. Tök mindegy amúgy, Misu, kicsit előrébb. Most se gyorsul az enyém. Na jó, gyerekek, az lesz a helyzet, hogy zöldre indulunk, és nyomjátok a kéziféket és a gázt, és ahogy elindulunk, a kéziféket kiengeditek, és akkor úgy megyünk. Készülj! Nem tudom az ementől mit keresett, köszönöm is, hogy kihívtad őket. Várjál még, fönt, figyeld! Fönt nézd a zöldet, nem oldalt. És ezt! Na jó, Izzy, ezt a csávót, ezt... Gyertek utánam? Fúj, gyere itt! Uaj, pedig ki akartam volna szedni. Várjál, stickizik meg. Hallod? Gyerekek, ez ilyen fail. Ne, te hülyed, akkor kegetnek, de belé... Jó van. Majd leszerezek. Jó van. Na jó, akkor go. Figyelj! Ha de ezt nem hiszem el, de mi nem lehet eltüntetni az ezeket? Te hülye. Na jó, gyertek a vonal. De öcsém, az ekkora foil volt, pont hozta izét. De én már láttam, hallott, ott jött a izé, a vasazós mercivel azt ott izé kanyarodott. És ha beállsz, vagy mi lesz? De izé, te ferdén állsz amúgy. Izé, ne a vonalra állj, hanem az útra, tehát az út legyen a meghatározó. Jó, csak nem merek átmenni, mert nézd meg, így is akadályozom őket. Álljátok be, Misu, kicsit előrébb. És szembe indulunk, majd mindegy, akkor számolok, jó? Kicsit Misu előrébb szerintem. Jó, akkor úgy, de számolok én, mert nem bízok ebben. Belekalkulálom, hogyha teljesen kicsit késik. 3, 2, 1, most! Hát ez amúgy, na jó, Misu. Jó. Izzy kilopta ki az olmot a benzinből. Misu. Nem áll, még Izzy is megelőz, ha... Na jó. Hozzam az enyémet, Mo? Ne, de ugyanaz amúgy szerintem. Nem rossz ez a Rhapsody, van hangja, viszont tényleg nem a leggyorsabb. Izzy, hadd próbáld már ki azt a tédet, hogy az hogy megy. Mert Misu, így tudom, jó, nekem van olyan. Vissza. De ez mennyire megy a fő... De amúgy Izzy, ez kegyetlenül megy. Tehát ez ilyen... Hopp. Jó, megint bebegolt. Halk az autón. Hát ez nem tudom miért van, lehet, hogy leatabotam, vagy nem tudom, de valamiért bágos és most nem hallom. Mi? Megy ez rendesen. Annak a másik az lehet, hogy gyors egyenesben, de kanyarodni szinte öngyilkosság. Jó. Aha, most van hangja, csak ki kell szállni, mert néha. Hát igen, ennek nincs olyan érces hangja, olyan varjókárogós, Misu? Nem tudom, nekem ezer szeretni, mint egy ilyen iszik. De tetszik Izzy a tiét kabrióba, szerintem nagyon vagány, hátulról is. Ha mindegyik kabrió. Mindegyik lenyitható. Nagyon megy. De az a durva, hogy elvileg, ha föltöringolnánk egy ilyen kocsit, azért Misu itt biztos ott hagyná, tehát ez nem tudom, hány kiló lenne. Na, igen, egy R8-at? Hát figyelj, Misu, egy tonna alá ezt a kocsit simán le lehetne vinni könnyítésekkel. Simán, halad, berakni egy motort, jó, véged van. Repíti. Tudom, mennyi egy R8 Real Life? 150 millió. Misu, tök mindegy hány millió, hány kiló és hány lóerős. Az nem mindegy. Hallottam, hogy meg kéne egyszer csinálni, hogy mindenki csinál magának egy ilyen iszit, és akkor a... Mi az? Olasz melóból. Iszit. Tényleg! Tényleg! Olasz meló. Volt egy fekete... Volt a fehér, a kék, meg a piros, azt hiszem. Fehér, amik lehet, ja. Volt fehér, azt tudom. De hallod, Izzynek tetszik ez a kocsi, nem rossz. De majd Izzy kíváncsi leszek a Dukes-ra, hogy majd ha azt föltöningolom, akkor az milyen lesz. Nagyon kapar amúgy, annyit nagyon. Amúgy itt is ezt vettem észre, amikor elindultunk, hogy én egy kicsit beragadtam, nem tudom miért. Valahogy nem úgy vár, nem most, hogy próbálom ki, csak úgy, hogy nyom a kéziféket. Kicsit, mint hogyha valami nem stimmelne, lehet, hogy ilyen... Na, kipróbálom, hogy nyom, igen. Igen, elkapar. Igen. Ez is elkapar. Hát mert hátsó kerekes, ja. De várj, ez hátsó, ne szórakozz. Hátsó kerekes? Jézusom, de érdekes. Hátsó kerekes, hogy nem kezdve, azt szokott elkapar. Érdekes, hogy hátsó. Nagyon szeretem. Káro, nem négy kerekes. Mert tényleg melyik négy kerekes ebbe a játékban? Nem is tudom, a... A Dabsta 6x3-as. Nem, hát ugye a Jeepek is, meg melyik mi négy kerekes, amit nem lehet, azt hiszem a Sultan is négy kerekes, az az új. Insurgent.
Hallod, ebben négy kerék, hogy menne. Na jó, hát szerintem föltöningoltuk a kocsikat. Én nagyon elégedett vagyok, szerintem lábát lekapcsolom, csak hogy jobban lehessen látni. Én nagyon elégedett vagyok, szerintem nagyon jó néz ki ezzel. Abszolút ilyen hétvégi autónak, egyébként itt van ez jobb oldat. Nagyon jó lesz majd bevásárolni, stb. Stb. Nagyon jól néz ki, hát ilyen kis hobbi autó, majd figyelj, live-okon hozom, mi lesznek versenyek, aztán csapatjuk ezerre. Egyébként a többi autó is jó lett, nem Misut, azért ilyen is azért epikus. Izé is jó. Úgyhogy ilyen tuningolt, szóval majdnem azt mondtam, hogy ilyen tuningolt videóval. Hát végül is ez a videó, ez föl van tuningolva, gyerekeket, ez a videó, ez tuningolt. 1080p-s, 1080p-s, Misu, 200 lóerős, 200 lóerős ez a videó, tehát ez ne vicceljünk már. Úgyhogy... De csak 200 paci, hát az csak, hát csak. Hát Misu, nekem ennyi jutott, tudod. Na jó van, gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna a tuningó, egy ilyen tuningos videó, már ne kérdezzétek, mert nagyon fáradtam, vettem fel ezt a gameplayt így este. Azt sem tudom, merre áll a karca, csak azt tudom, hogy Misut mindjárt kilökem erre, hát életbe, mindjárt. Na most tényleg elköszönjük, köszönjük szépen a figyelmet, tényleg még várható ilyen videó a közeljövőbe. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!